2009 márciusában alakult meg a Nyugdíjas Pedagógusok Karcagi Egyesülete. Megalakulása óta a Dériné Kulturális Központ az egyesület bázisa, így a másfél évtizedes évforduló alkalmából is itt jött össze a társaság. 30 fővel kezdtünk, amikor én átadtam a vezetést 8 év után, ugyanis sajnos lett egy egészségügyi gondom, térműtétem lett, akkor már 40 volt a létszám, 40 fővel haladtunk tovább. A cél az volt, célom, hogy hát sok tekintetben az érdeklődést sikerüljön teljesíteni. Minden alkalommal kikértem a klubtagok véleményét, mit szeretnének, hogy szeretnék, és hát elmondták, hogy szeretnék, hogyha ismert embereket is meghívnánk. A másfél évtized alatt számtalan közös kirándulást tudhat magáénak a klub tagsága. Ugyanakkor a 15. évforduló megünneplése jó alkalom arra is, hogy emlékezzenek azokra, akik bár alapító tagjai voltak a klubnak, a fennállás 15. évfordulóját már nem érhették meg. Rengeteg olyan civil szervezet van a városban, aki összefogja és összetartja a különböző érdeklődési körű karcagiakat, egy-egy szakmához tartozóakat, de ebből mindenképpen kiemelkedik a Nyugdíjas Pedagógus Klub, és én nagyon örülök, hogy a kezdetektől Fózsika fölvállalta, és együtt van a csapat. A Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai azt is elmondhatják magukról, amit más civil szervezet tagsága alig ha. Neki aztán tényleg minden karcagihoz közük van, hiszen alig van olyan lakója a városnak, aki ne lett volna tanítványa valamelyik klubtagnak.